Köszöntöm a kedves nézőket! 10 év, 10 gyermek. Próbák, örömök, szabályok és a hit. A Sámuel Alapítvány egyik családtípusú gyermekotthonában a nemrégiben 10 éves fennállását ünneplő teljességházában jártunk Visken. Lívia és József úgy vélik, Isten segítsége adott erőt, türelmet és szeretetet mindahhoz a feladathoz, amit mai napig ellátnak. Ismerjük meg őket! Jubileum áll mögöttetek. Itt az ünnepi megnyitón elhangzott, hogy ez nem munka, hanem hivatás. Nem gondoltuk, hogy mi leszünk a családtípusú gyerekotthonnak a nevelőszülői. Mi úgy vágtunk ebbe bele, hogy csak építői voltunk először, és segítői. A mi kis közösségünk összeállott, hogy egy jót akar csinálni az Isten dicsőségére. Akkor hirdette magát a Sámuel Alapítvány, hogy családtípusú gyerekotthon szeretnének építeni, és mi belevágtunk, hogy akkor velük egybe mi is szeretnénk ebbe csatlakozni, és szeretnénk nekik ebbe segíteni. A mi kis biblia körünk, lehet mondani, mert baráti körünk. Úgyhogy eldöntettünk, hogy valamit tenni akarunk, és ez jött elébünk, és felvettük a kapcsolatot a Sámuel Alapítvánnyal, és elkezdődött az építkezés. Egy év alatt lett a ház tető alá. Első évben a fundamentum lett kész önrészből, és a második éven már kaptunk valamennyi holland támogatást, és második éven tető alá lett rakva. A következő éven pihent, és a harmadik éven lett teljesen kívül-bevül készen kulcs alá. De menet közben mindig kerestük a megfelelő házaspárt, aki be fog ide költözni. És annak idején én dicsekedtem Pocsai Sanyi bácsinak, mert nagyon jó barátunk Sanyi bácsi. Dicsekedtem, meg a bibliaóránkra is beszokott jönni, és mondtam neki, hogy mibe fogtunk bele. És azt mondta Sanyi bácsi, és mi lesz, ha nem lesz család? Én meg viccesen azt mondtam, hát ha nem lesz, leszünk mi. És itt végül oda került a sor, hogy nem lett család, és kitűzték, hogy lesz a megnyitó 5-én. És már itt nagy konfliktus volt, és akkor már tudták a Sámuel Alapítvány, hogy a kuratóriumi tagok, hogy jóban vagyunk Sanyi bácsival, és akkor szóltak, hogy már szóljon az érdekükbe, hogy itt valamit csinálni kell a viskiekkel. És Sanyi bácsi leszólt, hogy mi van veletek. Annak idején azt mondtátok nekem, hogy ha nem lesz család, lesztek ti. Itt az emeleten 6 szoba található meg, erre laknak a fiúk, odébb a lányok. De jó, és lent is laktok, hogyha jól Persze. tudom? Persze, lent a szülők is laknak, meg 3 fiú. Nagyon tágas tér azért. Van mit betölteni, meg takarítani, gondolom. Persze, az nagyon. Közösen szoktatok takarítani? Hát a lányok ugye takarítanak bent, a fiúk pedig kint. Uh-huh. Mennyire vagytok összeszokva? Láttam, hogy rengeteg kiránduláson vesztek Persze. részt, amit tudtok együtt csinálni. Nyáron kint épült egy nagyon szép ilyen sütögetős részetek. Igen, igen, és ott is szoktunk mostanában sütögetni mindenfélet, anyu meg apu. Most már elég nagyok vagytok, kisebbek voltatok, amikor ide kerültetek. Hogy tudtok közösen tenni-venni? Gondolom, vannak vitatkozások is, de Persze, azért, hogy tudtok együtt egy családként mozogni? Társasosztók, vagy vannak közös esti vacsorák? Ugye enni, az közösen szoktunk, reggel is, meg délben is, meg este, de így ahogy tanulunk, és nem vagyunk itthon, ugye csak a maradék, a többiek vannak itt, és akkor ők közösen esznek. Imádkozni is szoktunk közösen esténként. Mindig elolvassuk a maigét, a Bibliát, és imádkozunk is azután. Akkor közös áhítatot Persze. tartottok. Említetted, hogy tanulsz, te hol tanulsz? A Péter Falvi Református Liceumban. Ha jól tudom, neked testvéreid is élnek itt. Persze, 3 testvérem van. A közülük csak 2 vannak ugye a családban, egy már férhez ment, és az egyik még mindig tart. Te hogyan emlékszel vissza arra az időszakra, amikor ide kerültél, és úgy mostanáig? Hát... Ugye 8 éves koromban kerültem ide, és akkor még csak ukránul tudtam, és itt tanultam meg magyarul, és most már az ukránt egy kicsit elfelejtettem.
de azért az ukránt is ugyanúgy tanulom. Hát a legnehezebb az volt, hogy ugye meg kell tanulni a magyar nyelvet. Igazából nem is telt sok éve, mert egyszer ugye, ahogy ide kerültünk, ukrán iskolából jártunk, és azután 5. osztálytól én már magyar iskolából jártam. És addig meg is tanultál jól magyarul. Persze. Isten szólt, hogy nekünk kell tenni. A legutolsó így az volt, hogy a ti alkalmas voltatok tőlem van, az Istentől van, és erre mi nem mertünk nemet mondani, mert tudtuk, hogy ha nemet mondunk, akkor Isten utánunk jön, és ezt a fejünkhöz fogja vágni. Úgyhogy így lettünk családtípusú gyerekotthonnak nevelői szülői. Bátrak voltatok. Hát bátrak voltunk, bár a költözést Józsi jobban megviselte, mert mi a saját családi házunkban még csak 5 éves házasok voltunk, és egy vadi új házba kezdtük az életünket. A saját gyerekeink 2 éves és 4 évesek voltak, és bizony, ugye a lány férhez megy, és már úgy megszokja, hogy el kell hagyni az atyai házat, és hát csak hiába csak a másik utcába költöztünk át, azért úgy megszorult a szívünk, hogy költözni kell, de Istent meg jobban szerettük annál, mint hogy a házhoz ragaszkodjunk, így nagyon sírva, de igent mondtunk. Nem tudtuk, hogy mit vállalunk, és amikor kijelentettük a barátainknak, azoknak, akikkel együtt építkeztünk, hogy nekünk az Isten mit mondott, volt, aki velünk sírt, volt, aki velünk örült, volt, aki azt mondta, hogy hát hülyék vagytok. Volt, aki értetek sírt. Igen, azt mondta, és hidd el, hogy volt olyan, aki azon szurkolt, hogy fogunk mi ebbe beleroppanni. Mert ilyen emberek voltak, hogy ez nektek nem fog menni, ez emberfeletti munka, ti idehoztok egy csomó internátus puját, azok itt fognak lopni, mindent bejárnak majd, ahogy akarjátok ti azt mondja, itt sajnáltak bennünket. Nem lehetett más mondani, hogy ti nem hát vagytok igen. Normálisak. Talán az a jó, hogy épp ez az, hogy nem tudtátok, mit vállaltok. Ha az ember tudná előre, lehet nem vágna bele. Hát még egyszer nem vágnék bele, az biztos, úgyhogy, de úgyis indultunk neki, hogy mi ezeket a gyerekeket szeretnénk felnevelni, kibocsátani, férhez adni, megnősíteni, amit tudunk, segítünk, megfogni nem tudjuk őket, ha a világot válasszuk, mi nem tudunk ellene tenni, mi imádkozunk értek, próbálunk imádságos háttérként maradni, próbáljuk megmagyarázni nekik, hogy mi a helyes, mi a jó, hogy kell viselkedni. A fiúknak tudok elhelyezkedést rögtön biztosítani, mert Iván már vagy 3. éve a vakációkban is velem dolgozik, úgyhogy mint segédmunkás, ügyesen jár a tetőn már, megtanulta az ácsmunkát, a kőműves munkához, és ért valamilyen fokon. Úgyhogy a tőlünk telhetőt megtesszük, de ők, ha nem ezt fogják választani, akkor az ők választásuk lesz. Vagy mesélj egy kicsit magadról. Én 14 éves vagyok, suliba járok 9. osztályba, kedvenc tantárgyam szerintem az a torna. A fiúknak általában. Meg az informatika. És itthon mit szoktál csinálni? Milyen feladat van rád bízva? Hát itthon a kutyát kitakarítani, felseperni, meg ilyesmik. És elvégzed a feladatot? Zokszó nélkül, vagy azért szólni kell egy pár szó? Szólni kell egy pár szó. Hát szerintem ez a teljesen egészséges verzió, minden gyereknek szólni kell. Szereted ezt a mozgalmas életet, hogy sokan vagytok? Vagy inkább olyan vagy, aki szeret egyedül lenni? Hát, is. Mi benne a jó? Hát, jó benne, hogy nem unatkozok. Rossz, hogy hát nem tudom. Hogy néha nem tudsz egyedül lenni? Hát igen. Anyával, apával hogy jössz ki? Hát jó, kívek. Igen? Hogy oldjátok meg ha mondjuk van egy konfliktus köztetek, akkor ki az? Te mész oda anyához, vagy ő jön esetleg egy kicsit megtárgyalni veled a dolgokat? Hát én. Szerinted mi tartja össze a családotokat? Hát mindannyian. Mi volt a legnagyobb kihívás? Ilyen, hogy legnagyobb kihívás az úgy nem tudunk mondani, hanem... Sok kis kihívás. Igen.
amikor úgy előtt állsz egy-egy szituációnak, amikor magyarázd el azt, hogy miért tanulj. Mert látjuk azt, hogy értelmes gyermek vagy, akkor próbáld meg, hogy tanulj, ne a rózsaszín felhőbe. Ilyen volt Olyának az élete. Pont akkor volt érettségizős, fiú is bejött az életébe, és mondtam neki, ugye, mivel én nevelő voltam, én láttam, hogy mit tanulnak a gimisek, hogy Olya, tanulj, mert nem fogod leadni a független érettségit. Ő mindent tud, és bizony pofonra esés volt neki, amikor nem adta le. És akkor még egy plusz évet kellett neki egy gyors talpaló varró tanfolyamon részt venni, hogy ne szakadjon meg az ő tanulmányai, hogy utána nyugodtan tudjon még tovább menni. És az az egy évben készült fel úgy, hogy azért magyarul felvételizni és magyarul kitanulni a biológia szakot, az én azt mondom, hogy le a kalappa. De kellett ez az egy év pofonra esés neki, úgyhogy ő megtanulta. Aztán most itt a többiek, hogy a miértekre választ adni, vagy engedni, hogy menjenek, vagy lássák meg azt, hogy a saját hibájukból tanuljanak, de előre fáj a szívem azért, hogy olyat fognak bukni. Mert a korlátokat úgy érzik most, hogy ellenük vannak. De ahogy ma is mondtam, hogy mi nem akarunk engedni abból, amit az Isten ránk bízott. És lehet, hogy ebben ők úgy érzik, hogy be vannak zárva, de mint ahogy kérdezted, hogy akarnak leülni gét olvasni, egyelőre nem kérdezzük meg. Amikor kikerül a mi házunkból, ő ha nem akarja felvenni, akkor ne vegye fel. De itt mi nálunk, mivel mi azt valljuk, hogy az Isten adta elénk a lehetőséget minden naphoz, akkor adjunk érte hálát. Úgyhogy ezek a kihívások, mert azért egy 19 éves leültetni, gét olvasni, és leül. Én azt mondjuk, hogy lehet, hogy színből, vagy szívből, de azért az ige nem tér vissza üresen. Voltál az, aki talán legnagyobb korában került ide az otthonba, ugye? Igen. 15 évesen? Igen, 15 éves volt, amikor ide kerültünk. Laktunk Houston, egy ilyen befogadó családba. És akkor 15 éves volt, amikor ide kerültünk. Ide kerültünk a testvéremmel, anyutával, meg Ivánnal. Egy állami gyermek otthonban. Igen, adtatok, igen. És milyen volt a váltás, amikor ide kerültél? Nem volt nehéz megszokni? Nagyon nehéz volt, mert nagyon sírtam, nem akartam ide jönni. Azt nehéz volt, meg ott laktunk már abban a családban 5 évet, és egy kicsit nehéz volt. És mire emlékszel itt a családban? Amikor végül is eljöttél, akkor kellemesen csalódtál? Kellemesen, csak szokatlan volt. És mennyi idő kellett ahhoz, hogy úgy otthon érezd magad itt? Hát szerintem kell ahhoz egy év. Uh-huh. És te volt, na? Hogy minden gyerekkel megismerkedj, apukámmal, anyukámmal megismerkedni, egy év kell biztos. 15 éves voltál, és aztán tanulni mentél tovább, ugye? Nem, befejeztem az iskolát, 11. osztályt, és mentem adni zeneót, és akkor úgy volt, hogy biológiát, ukrán nyelvet leadtam, és kémiát nem adtam le. És akkor egy évet nem ültem otthon, nem vártam, hanem elmentem Husztra Varonéi iskolába, és ott tanultam egy évet, és utána megint visszamentem, leadtam a zeneót, és elmentem tanulni főiskolára. Biológia tanára. Igen. Nagyon ügyes vagy, te nagyon akartad akkor ezt a... Hát nem tudom, mindig volt az eszembe, hogy biológia tanár akarok lenni, azt így is lett. Értem. És időközben férhez mentél? Igen. Józsi? Józsi, valamit, hogy találtad meg a feleségedet? Hát az internetben, mert én már régen együttet láttam még az iskolában. Akkor te is viski vagy. Igen, én viski vagyok. Hogy élted meg itt a közösséget? Hogy sikerült a kapcsolatot kialakítani anyával és apával? Nem volt nehéz? Te voltál a legnagyobb tinédzser kor után. Hát nehéz volt, mert nem ismertem őket, ő se engemet. Hát, de utána megismerkedtünk, azt már... Könnyebb volt. Nekiek is, meg nekem is. Egy kicsit az volt, hogy ők nem nagyon tudtak ukránul, én meg nem tudtam magyarul. Három szót tudtam, ahogy eljöttem ide.
úgyhogy. De utána ők is belejöttek, meg én is belejöttem, azt minden rendben volt. Szerettél, vagy szeretsz ilyen nagy családban élni? Igen. Igen? Hát szerintem Isten adta nekünk olyan lehetőséget, hogy ilyen családban éljünk, nem az internátban. Gyerekek megtanulják, hogy mi az a család, hogy kell épülni a családnak, mit kell csinálni családba, hogy kell működni. Na, sok minden jó van benne. Te most már szülő vagy, te már anyaként éled meg ezt a helyzetet, és másik oldaláról is látod a gyereknevelést. Talán így még jobban át tudod értékelni azt, hogy Livia és Józsi mit vállaltak. Te bevállalnád? Mikor Houston laktunk, és úgy volt, hogy az a család szélmegy, vagy szétmegy, akkor úgy volt nekem, hogy ha én leszek 18 éves, akkor én elveszem az én testvéremet, Ivánt meg anyutát. Úgy gondoltam. Hát nem tudom, hogy elvállalnám-e, de ha Isten hívná arra, akkor lehet, hogy elvállalom. Hát az még férjemtől is függ. Na. Nem azért, ez nem rossz, ha azt mondod, hogy nem vállalod el, semmi baj, hát rengeteg. Szerintem azokból van a legkevesebb, aki ilyen merész döntést tud meghozni. Hát azért nem tudom, mert van kisfiam, és akkor valaki azt mondja, hogy nem kell annyira hát, szeretni, meg mindent adni neki. Én meg szerintem nagyon is szeretem, meg nagyon is kell szeretni, meg minden, amit csak megtehetem, mindent kell adni neki, mert nekem az nem volt. Nem tudom, hogy milyen az. Még jobban meg akarod igen, neki igen. adni azt. És a kisfiatok milyen idős? 1 éves és 4 hónapos. Hálásnak kell lenni a szülődnek. Mindig mindenbe segítettek, arra is, abba is, hogy menjek tanulni, sok mindent. Tudsz valami olyan emléket mondani, ami nagy élmény volt az elmúlt 10 évben, és együtt mentetek, és együtt volt az egész család? Igen, például Horvátország, az nagyon tetszett, mivel akkor együtt volt a család is, meg hát ki tudtuk így élvezni, mert mostanában már nem nagyon tudunk együtt lenni, mert mi az iskolában nagyobbak, a kisebbek meg itthon. Hát több is volt a Samuel alapítvánnyal is, amikor voltunk kirándulni ilyen táborokba, régebben még az angol táborba is, így barátokkal együtt lehetünk, az is jó volt. Te tanulsz? Tanulok Péterfalván. Nem tudom pontosan, hogy mi szeretnék lenni, de van egy elképzelésem, hogy vagy cukrász leszek, ha nem sikerül leadnom a matek zéhanót, ez kicsit nehezen megy, vagy valami ilyen tanítással való kapcsolattal. Ilyen... Tanítani igen. szeretnél? Igen, de ilyen alsósoknak inkább. Anya, mire bíztat? Hogy mi legyél? Hát, anya azt mondja, hogy ha tanulni akarok menni Péterfalvára, hogy ne vegyenek ki, akkor valami olyat választok, amihez kell diploma. De az nem biztos, hogy leadom is azért. Milyen támasz nektek itt van anya és apa? Hát, meg lehet velük beszélni a problémáinkat. Mindig a jó oldalra terelnek minket. Hogyha valaha letérünk, akkor megmagyarázzák, hogy ez nem jó dolog, meg hát mindig az Úrhoz közelebb akarnak vinni minket. És ezt be tudjátok látni abban a helyzetben? Vagy utólag jössz rá az, hogy mégiscsak jól döntöttek, vagy jól segítették hát az utatokat? Hát utólag inkább. Mert egyszer azt hiszem, hogy hát nem tetszik, amit mondanak, de később rájövök, hogy csak a javamat akarják. Lányként nyilván gondolom, hogy anyával többet kommunikálsz, de egy kicsit jellemeznéd a párt is, hogy ő miben tud támogatni benneteket? Hát apu velem szokott sokat beszélgetni, például konfirmációmkor. Akkor konfirmáltam, akkor is megmagyarázta, hogy mi a terve az Úrral velem. És hát igen, vele is meg lehet beszélni a problémáimat, az ilyen iskolai dolgokat, meg ilyesmiket. És hát ad példát rá, hogy mit kell csinálni, de anyu is. Hát ugyanúgy. Teljesen úgy működtek, mint egy átlagos család, igen. akkor, ha jól értem, ugye? Ez nagyon jó.
És van benne valami olyan a te életedben, amit úgy gondolsz, hogy ha majd te leszel édesanya, akkor viszed magaddal innen? Mi tetszik neked mondjuk abból a nevelési formából, amit itt kapsz? Hát én azon gondolkodtam, hogy én is be fogok fogadni gyerekeket, hát vagy hármat, és hát anyaik jól tudják ezt megmutatni, hogy hogyan kell nevelni, például hát azért meg is kell fegyelmezni a gyereket, hogy tudja, mi a jó, meg a rossz, és hát úgy barátságosnak kell lenni inkább, és anyaik tudnak, hogy kell gyerekekkel bánni. Említettél ma egy érdekes példát, amikor két gyermeketeket el akartak vinni tőletek, és hogy mégis a bíróság mellettetek döntött. Ez hogy történt? Hát megjelentek a rokonok, a nagynénjük, az édesanyjuknak a testvérük Látviából, és először csokival próbálta őket magához. Hát igazán Ljubácsak. Igen. Hát igen, mert a fiú nem tudott velek beszélni, Bogdán, csak Ljuba tudott velek valamennyire, valamilyen szinten beszélni. És akkor mondta, hogy el szeretné vinni. De láttuk, hogy Ljuba annyira meg van ijedve, hogy a rendesen megviselte, depresszióba esett. És mindig jött hozzám, hogy apu, engem jobban szeret, vagy jobban húzódott én hozzám, igen, mint Liviához, mert én többet is beszéltem vele. Vagy én nem tudtam ukránul. Nem tudott még akkor ukránul, és akkor mondta, hogy ő nem akar menni, ő itt akar maradni, ne engedjem, hogy őtet elvigyik. És én már evel a hajtóerővel indultam neki, hogy hát akkor nem engedem. Láttam, hogy a kislány mennyire átéli, ezt a depresszióba esett, és így léptük meg, hogy kihasználtuk ezt a lehetőségünket, az előnyünket, hogy nekiek kérvényt kellett írni a kijevi deportálmentbe, és míg ők ezt megírták, míg nekiek onnan válasz jött, addig mi bementünk a gyámügyre, mondtam Ljuba Josipovnának, hogy szeretnék őket örökbe fogadni. És Ljuba Josipovna mondta, hogy már el akarja vinni a nagynénje. Mondom, mi addig, míg a nagynénje elviszi, mondom, mi addig örökbe akarjuk fogadni. És megcsinálták a papírokat, mindent, úgyhogy elkészítették, és örökbe fogadtuk őket. Ti élveztetek elsőbséget is ezek szerint. Igen. Hát... Mert hogy meg voltak kérdezve a gyerekek azért, a gyám így megkérdezte, hogy mit akartok választani, és nem csak azért, mert hogy mi akarjuk, hanem itt már a gyerekeknek a véleménye volt mérvadó, és ők megmondták kerekperec, hogy nem szeretnének elmenni mi tőlünk, és ennek alapján indult be az eljárás itt Houston, hogy akkor a mi javunkra fognak dönteni. Úgyhogy nem volt ez olyan... És azóta ez a nagynéni soha többet meg nem látogatta, még csak nem is írt rájuk, vagy valami, úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen célból akarta volna elvinni őket, de ha valaki szeret valakit, akkor lehet azután is fel kellett volna, hogy keresse. Egy-két rokon ellátogatott, mindenki megnyugodott, jó helyen vannak a gyermekek, és a rokoni szállakat el is varták. Már Doromból gyerekből látjuk, hogy kimogatják. Itt vannak a disznók, bizony. Négy van? Igen, nem régen voltak vágva még kettő. Hát te is szoktad őket etetni gyakran, persze, ugye? Igen. Hát és általában ilyen szárazat adom neki, egy lisztet, de valamint, hogy moslékot, meg krumplit is. És akkor mindig van itthon egy hatalmas család disznótól? Persze. És akkor mindenki itthon van egy. Mindenki. Mert egyébként tanulsz, ugye? Igen, igen. De jó. És mit tanulsz? A villanyszerelőnek tanulok, Tisza Péter falván, szakképzési központban. Szereted? Igen. Jó tanuló vagy? Persze. Négyes, ötös. Hát nagyon ügyes vagy akkor. Na, nem semmi. Szeretitek az állatokat. Látom, cica, macska, kutya, minden van. Fenntartják a gazdaságot. Meg nyúszik is vannak. Na, nézzük hátul meg őket. Akkor itt vannak a nyuszijaitok. Bizony. Hány nyuszitok van? Most jelenleg egy olyan 10-15 darab. Hát az jó sok, nem? Hát ahhoz képest, hogy nyáron 40 volt. Most és annyira. Mi történt velük? Hát már idősek voltak, és levágtuk. Értem. És ki eteti őket? Te szoktad őket is? Amikor hát, itthon, amikor itthon vagyok. Most a kisebbek? Most a kisebbek, Pali meg Bogdán. Ők szokták etetni. Vizet, szénát, abrakot adunk nekiek. Meg néha ilyen zöldségeket, murkolt, réplát, ilyesmit.
Iván, te hány éves voltál, amikor ide kerültél? 9 éves. Mire emlékszel? Hú, hát arra emlékszek, hogy ültünk a buszba, bejöttünk ebbe az utcába, megláttuk ezt a nagy házat, azt se tudtuk hirtelen, hogy most hova kerültünk meg mi. Na, de aztán egy-két hét alatt kezdtünk hozzáfele szokni, jobban megszerettük egymást, összebarátkoztunk, szüleiket jobban megismertük, és végül szép nagy család lettünk. Hanyadiknak kerültetek a családba? Hányan éltek már akkor? Hány gyerek volt itt? Akkor már voltak 7, és mi voltunk a plusz 3, és így meglett a 10 gyerek. És hát akkor lettünk így 12-en. Jó nagy család, ugye? Bizony. Szereti így közösségben, nagy családban Persze. élni? Persze. Most már se tudom képzelni, mi lenne így nélkülük. Előtte is, mielőtt ide költöztetek, egy gyermekotthonban éltél. Csak egy befogadó családnál? Befogadó család, ugye? Igen. Mert ott nem voltunk ilyen nagy létszámban. Uh-huh. És te oda hány évesen kerültél? Oda 5 évesen. Kicsi voltál. Igen. Hát arra nem sok mindenre emlékszek. Itt ebben a családban mit tanultál meg? Elsősorban, amikor ide kerültünk, először is beszélni tanultunk magyarul. Írni, olvasni, mindent. Aztán szép lassan mindent megkezdtünk tanulni. Apuval például, amikor már oda nőttem, ilyen 15-16 éves voltam, akkor már mentem munkára is. Azt is kipróbáltam, hogy milyen. A fizikai munkát. Igen. Hát és azután, hogy befejeztem a sulit, kellett választani, hogy most vagy munkára megyek, vagy valamit tanulok. És pont akkor megnyílt ez a Tisza Péterfalvai Szakképzési Központ. És úgy gondoltam, hogy oda megyek. A villanyszerelő szakra. Most van egy olyan lehetőség, ha ezt befejeztem májusban, a 2 éves szakképzést, van egy lehetőség plusz egy évre, választok egy szakmát, és szerintem azt is elvállalom még, mert azért jó lenne. Erős hitbeli nevelést kaptatok itt mindannyian. Neked mit adott ez a hit? Hát elsősorban az, hogy másképp kezdtem el látni a dolgokat, másképp gondolkozok. Mondjuk, ha reggelente felkelek és elolvasom az igét, és akkor már arra kezdem alapozni a napot, hogy valamikor felbátorít az ige, hogy úgymond már segítséget ad. Nem volt olyan időszak ilyen tínédzser korodban, vagy valamikor, hogy úgy kilengtél, vagy lázadtál a helyzet ellen, vagy hogy a te sorsod egy kicsit másabb, mint általában, ami megadatott a gyerekeknek. Nem lázadtál? Hát nem. Én örültem annak, amin van, de általában nem szoktam ilyesmi sose. Na jó Isten vezet. Bizony, megsegített. Igazán az egyik, ugye, ahogy láttuk az életünket, a reagálás a saját gyermekeink részéről. Hát igazán Máté, mert ő 4 éves volt, de nem is akkor reagálta le nehezen, hanem 6-7 évesen, amikor elkezdett ilyen saját dolgait kérni, hogy ő szeretne egy saját számítógépet, akkor jött divatba a számítógépek, vagy saját ezt, saját azt. És a válasz azért mindig az volt, hogy sokan vagyunk, és úgy már nincsen, hogy saját, hanem ezt közösbe kell. És azért úgy neki ez nehéz volt ezt így átélni. Nekünk meg azért, mert sokan azt mondták mindig, hogy szegény állva gyerekek, aztán mi meg a másik oldalát láttuk, hogy és a miénk is. Mennyi mindenről lemond. Mert hogy addig egy tábla csokit két felé kellett osztani, utána meg egy tábla csoki nem volt elég egy csík sem, mert hogy 10 csík nincsen benne. És 2 kellett venni, hogy legalább egy csík jusson. És akkor a mérleg már rögtön kiegyenlítődik, hogy ez oda-vissza játszódik. Mert míg a többiek kaptak egy családot, a miénk félig elveszítette a saját családját, és mi nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a saját gyerekeink ne érezzék ezt hátránynak, hogy mi nagy család lettünk. Mert akkor nincs értelme. Hogyha a saját gyerekünket, a saját kis családot elhanyagoljuk, akkor nincsen értelme a nagy családot nagy családban jelen lenni. Mert elsősorban Isten a 2 bízta ránk biológiailag is, és onnantól utána kaptuk a többit is, és ugye ez akárhogy veszük, a biológiai szálak nincsenek meg. Az a fonál, az a köldök, zsinór fonál, azért azt nem tudjuk adni. Bármennyi idő is fog eltelni. Ha 10 év, ha 20 év, ha 30 év, az a kapocs, ami az első 2 gyermekemmel volt, az ugye ezt nem tudjuk akár mennyit fogunk ezen dolgozni. És ez egy nagy
nagy felismerés volt, meg ezen át kellett nekünk is, ezt fel kellett dolgozni, hogy hogy tudjuk ezt úgy megcsinálni, hogy senki ne károsodjon ebben. És igen, ez még a mai napon is folyamatosan dolgozás alatt van. Ki van jelölve a helyet, ne nyugodj, míg meg nem veled. Csak ott leszel az, aminek rendeltettél. Másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett. Kalász leszel, de magtalan. Rúd leszel, de zászlótalan. Cseré, amiben nincsen virág, nem veszi hasznos sem az ég, sem a világ. Na, ez a fiús szoba? Ez egy fiús szoba. Leventével lakunk ketten itt. Valamit mondj magatokról. Hát, 14 éves vagyok, mind a ketten Leventével szeretünk fifázni, focizgatni elmegyünk. Vasárnaponként kimegyünk a meccset megnézni, a Viski csapat, ahogy játszik. Itt vannak a díjaid mögöttünk, úgyhogy elég régen focizol, nem? Hát igen, már 5 éve focizok. És milyen poszton játszol? Középhátvéd. Közben szoktam jobb hátvéd is lenni, ahova berak az edző, de inkább hátul. És egyébként milyen csapatnak vagy, játékosnak vagy a rajongója? Hát Messit szeretem a legjobban, Barcelonát szeretem, mert több csapatot szeretek, meg a magyar válogatottat. Tökéletes válasz. Na és egyébként itthon mit szoktál csinálni? Mi a te feladatod, amikor itthon vagy? Az állatokat szoktam rendezni, a disznókat szoktam rendezni, de örülök nekik, sokszor örülök nekik, nagyon sokat esznek. Szereted a házi munkát? Hát szeretem. Te 4 éves voltál, vagy 5 éves, mikor a szüleid belekezdtek a... Hát 4 éves voltam, amikor a szüleim belekezdtek a családtípusú gyerekotthon megalapításának. Mire emlékszel? Hát nagyon sok mindenre nem emlékszek, csak azt tudom, hogy visszahúzódó voltam. És most hogy érzed magad a családban? Sokan vagytok, nagy a család, neked ez természetes. Hát igen, én szeretem a nagy családot, nem kell unatkozni, játszunk, mindent tudunk csinálni együtt. Jó, kijöztök a fiúk egyben? Igen, jó, kijövünk a fiúkkal, lányokkal is. És hogy látod, anya, amit csinál, ez mennyire nagy feladat? Meg apa? Hát nagy feladat, mert én nem nagyon akartam, hogy ilyen nagy családba legyünk kiskoromban, és azért is visszahúzódó voltam, mert nem akartam, hogy nagy családba legyünk, de utána megváltozott, és most meg már örülünk, hogy nagy családba lehetünk. Szerinted egy apukának ez nagyobb felelősség? Hát nagyobb felelősség mind a kettőjüknek, de a legfőbb szerintem mindenki ugyanazt csinálja. Anyu is, meg apu is nevel bennünket az Úr Jézusra, hogy megtérjünk. Ilyenekről szoktunk, minden este imádkozunk, reggel is olvasjuk az igét. Vannak valamilyen szabályok, amit betartottok, mint például az, hogy 9-kor lefekszünk, senki nem hagyja a cipőjét az előszobában. Vannak ilyen szabályok? Mert gondolom valahogy csak úgy működik ez az egész, hogyha betartottok szabályokat. Hát igen, van minden családban szerintem vannak szabályok. Itt nálunk is vannak szabályok. Leülünk a 9:45 fele, leülünk az igét olvasni, utána lefekszünk, mindenki megfürdik, és akkor így. Az állatokat mindenki megvan a saját, és akkor minden héten más takarítsa a szobát például. Egy héten én például, egy héten Levente takarítsa a szobát. Te mondtad a verset, ugye? Igen. Aki van jelölve a helyed. Igen. És mit üzent ez a vers számodra? Hát, hogy találjam meg a helyemet az életbe, találjam meg azt a munkát, amit fogok csinálni. Én mondjuk kőműves akarok lenni, át akarom venni apunak a szakmáját, meg akarok tanulni, dolgozni, és átvenni a csapatot. Főnök akarok lenni, egyszer mátert fogok hordani, meg ilyesmi, és utána beállok a főnöki pozícióba, és azt akarom csinálni. Hát te nagyon elhatározott, komoly ember vagy, az látszik. Hát igen. De ez nem lesz könnyű feladat, te is tudod. Nem lesz, de meg kell ugrani. Évesen költöztél ide? 5 évesen. Hát nem nagyon ismertem a szüleimet, az igazi szüleimet. És akármikor kimondom, hogy ezek az igazi szüleim. Uh-huh. És a tesók? Hát
Őket is. Nem. Hát az elején kicsit fura volt, hogy ennyi sokan vagyunk, de utána már megszoktam őket. Édes testvéred van itt közöttetek? Igen. A Diana és Arthur. Uh-huh. És a többiekkel? Velük is úgy éltek, mintha tesók lennétek? Persze. Vagy azért éreztek különbséget? Nem. Én nem teszek senkivel különbséget. Tesóimnak tekintem őket, mindenkit. Gondolom, ahányan vagytok mindenki különböző jellem, ugye? Igen. Te milyen vagy? Hát én szerettek, ilyen, én a sportosabb fajta vagyok. Jókedvű vagyok, meg kicsit érzelgős is, meg szégyenlős. Hát a családi körben könnyebb. Mások előtt pedig, hogyha nincs ott hát családtag, vagy ilyesmi ott, akkor kicsit nehéz. Az iskolában is egy nagy közösségben vagy. Hogy kezelik az ismerősök azt, hogy te egy családtípusú gyermek otthonban élsz? Hát úgy kezelnek, mintha normális családban jöttem volna, vagy hát igen, ők nem különítenek ki, és normálisan kezelnek engem is, mint a többi osztálytársam. Te most 11. osztályos vagy, ugye? Igen. És utána hogy tervezed a pályádat? Utána megyek szakmát tanulni. A villanyszerelés, a heggesztés tetszik, és talán még választok még egyet, még egy tárgyat. Uh-huh. Kiskoromban mindig foglalkoztam ilyenekkel, összebütyköltem valamiket. Apa segített benne? Jó példát mutatott nektek? Ő is egy munkás ember, ha jól tudom. Most már vezető. Igen. Elkértem a szerszámjait, és adta mindig. Igen. Csak mondta, hogy rakjam vissza mindig a helyére. És visszaraktad? Igen. És apa milyen? Ő mindig, hát jókedvű. Ő is szégyenlő, és nem szeret beszélni más emberek előtt. És hát ő itt aki szigorúbb, ő megmondja, hogy mit, hogy kell csinálni. Meg ő velünk dolgozik kint, anyu főz, meg ilyesmik. Szeret anyu emberek előtt beszélni, ő, hát ő nem szégyellős, ezt elmondhatom. És ki tartja össze az egész családot? Ki fogja össze? Hát szerintem mindenkinek kell részt venni bennem, hogy a család összetartson. És mindenki megteszi a magáit, úgy látod? Igen, szerintem megteszi. Összetartott. Amitől telheti, azt megteszi. Először nem annyira szerettem, de utána már jobban elkezdtem szeretni ezt a nagycsaládos életet, mert volt kivel játszani, meg voltak sok testvéreim, és akkor jobban megszerettem ezt a nagycsaládot. És mit szeretek a legjobban együtt csinálni? Hát az én testvérem, a Mátéval együtt inkább verekedni szoktunk, de általában mindig csak Fortnite-ozunk, együtt játszunk. Hát anyutáik már nem annyira, a lány testvéreim nem annyira szoktak már otthon lenni, inkább csak a fiúk, meg a fiúk közül is csak 4-en szoktunk otthon lenni, vagy valamikor 5-ön, és ők velük szoktunk általában játszani. Szerinted a fiúk mennyire tartanak össze a családba? Az mikor, hogy tartunk össze. Helyzettől függ? Igen. Értem. És anya milyen? Hát jó, mindig, amikor hazajönk az iskolából, kézkajával vár bennünket, meg elindít is bennünket az iskolába, segít a háziba, amikor nem tudjuk megcsinálni. Jó anyuka? Igen. És apa? Ő is jó. Szigorú, de jó. Úgy érzem, hogy ez az elmúlt 10 év sok van mögöttünk, és volt sok próba, volt sok öröm, volt sok megpróbáltatás,
de ha visszanézek, megérte, és örülök neki, hogy elértük ezt az ünnepséget, ezt az alkalmat, és hálát adok az Istennek, hogy így baj nélkül elérhettük, és a gyerekekre nézve, meg magunkra nézve is fejlődtünk, nem visszafele, hanem mindig előrefele, és én is úgy gondolom, hogy bármikor, hogyha jönnek, akkor fogadom őket, ha szükség lesz rám, hogy segítsek nekik, akkor segítek nekik, ha fogják kérni a segítségemet. Ha azt mondják, hogy nem, akkor nem, de biztos, hogy nem fogok úgy elmenni mellettek, hogy nem ismerem őket, vagy hogy nem szeretem őket. Mert ez a 10 év már nem csak az együttlétet, hanem már a szeretetet is kimunkálta bennük, hogy már most szeressük őket is, és mint családtagokat úgy szeressük. Artúr, ez a te asztalod, itt szoktál tanulni? Igen. És itt vannak ilyen kis neked kedves dolgok, és látom, hogy van egy csomó bogarad. Rovarok, mondjuk így. Igen. Na, mik vannak itt? Miket gyűjtöttél? Megmutatom a szekot. Na, Muti, addig a naplódat félreteszem. Ez micsoda? A fullánktalan, mert ugye neki nincsen fullánkja. Hú, és ott is van róla a tájékoztatás, hogy tudjuk, hol él. Igen. És még mik vannak? Itt van ez már lassan 2 éves lesz. Ez már elszimálódott. A lóféreg. 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 És még mit vannak? Itt látom, hatalmas szarvasbogarak vannak, vagy mit? A szarvasbogár már szinte kihalt fajnak szállít, mert már védettben van a vöröskönyvben, már védett állat, már nincs belőle sok. Ez itt a cincér. Az ott még hátul, azok a szarvasbogarak. Azok a szarvasbogarak a legértékesebbek. És hol szedted őket? Napokat dolgoztam rajta. Napokat dolgoztál rajta? Igen. Teljes természetes környezetet teremtettél nekik, mert itt faág, falevél. Igen, úgy van megcsinálva, hogy a nyárthoz idézi elő. Hát ez nem semmi, ügyes vagy. Nem sok embernek van ilyen hobbija. Ha nyáronként ezt szoktam csinálni, nyáron ez a hobbim. Uh-huh. És hát szeretem az ilyen pici tárgyakat, mint látható, itt a kagylókból, kopekek, ilyen régiek, kis akkor kagylók. Akkor te ilyen kis gyűjtögető vagy, és ugye? Itt a családfám, amelyiken rajta van Levente, meg Mátel a két legjobb testvérem, akiket mindig is szerettem. Jó, te ismerem őket. Tanulok az Egálede szakképzési centrumban, szakácsként. Nem valami könnyű egy szakma, de valahogy megbirkózom vele. De hát egyszer egy asszonynak úgyis meg kell ezt tanulni főzni, úgyhogy azért is választottam ezt a szakmát. Ahogy először ide kerültem, nem volt valami könnyű beilleszkedni, de az Isten segítségével sikerült új testvéreket szerezni, meg új családot. A bizalom köztetek mennyire jó? Nem mindig egyetértünk, de ilyenek a testvérek. Ez teljesen természetes bármelyik családban. És biztos, hogy szigorú anya meg apa, azt hallottam. Igen, szigorú, de hát azért csinálják, mert szeretnek minket, és csak jót akarnak. Én meg nem mindig beleegyezek ebbe. Miből merítesz erőt? Hát... Hogy kapcsolódsz ki? Hát mikor ott vagyok Máté Szalkán, azt együtt vagyok barátommal, az kicsit segít, mert ő biztat nagyon, hogy sikerülni fog, minden rendben fog jönni, meg... Hát... Ilyen egy pár... akkor gondoskodik egymásról. Akkor van egy támaszod. Igen.
Ha visszanézünk a megtett útra, akkor, ahogy Józsi is mondta, én még egy csapatot nem biztos, hogy lelkileg végig tudnék vinni. Viszont most sem azt tudjuk mondani, hogy kiszállunk a hajóból, mert hogy itt még rengeteg munka áll előttünk. És mi úgy szeretnénk őket útra indítani, ezeket a fiatal lányokat, meg embereket, hogy a mi házunk ajtaja mindig nyitva fog állni. Nem biztos, hogy utánuk tudunk menni, de ők bármikor jöhetnek hozzánk, mert mi elérhető távolságban leszünk. Mert nem, én úgy gondolom, hogy nem mi rajtunk fog állni az, hogy segítsünk, hanem igazán ő rajtuk fog állni. És az Isten nem csak erre a 10-15-20 évre adta őket nekünk, mert mi nem így indultunk, hanem nem egy életre. Az Úr csodása működik, de útja rejtve van, tengert akarja lábnyomát, szelek szárnyán suhol, mint titkos bánya mélyében, formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, nézzenek bennünket legközelebb is, tartsanak velünk 2021-ben is, áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!